Folytatjuk tovább a délelőttet, és ahogy már mondtam, a történelmi magyar családokról fogunk beszélgetni, és egy közös emléknapról, egy közös találkozóról. Itt van már velem a stúdióban Széchenyi Tíme, a Széchenyi Család Alapítvány elnöke, és Batthyány Schmidt Margó, a Batthyány Örökség Alapítvány elnöke. Jó reggelt! Szeretettel köszöntelek benneteket. Hát Tíme, akkor elsőként hozzád fordulok, mert te ajánlottad figyelmembe. Elsőként rendezitek majd meg ezt a találkozót, ezt az emléknapot, ha jól tudom. Igen, ez egy csodálatos és egy magasra törő kezdeményezés a Gróf Széchenyi Család Alapítványnak, és próbáltunk egy picikét megemlékezni a történelmi családjainkra, akik a nemzetünket építették. Ez a kezdeményezésünknek a lényege. Ezt gondolom. Milyen programok lesznek itt, vagy mely családok vesznek részt ezen az eseményen, mert itt most egy Széchenyi és egy Batthyány leszármazottal ülhetek egy stúdióban. Én ezt kijavítanám, én feleség vagyok, és két gyermekem van, tehát én beházasodtam a Batthyány családba. Igen, de azt gondolom, hogy az Andrássy család képviselete is meg fog jelenni Palavicsini Zita személyében, Betlen család, a Nyári család. Segíts kérlek, Margó, mert olyan sok mindenki... Festeti család is tud róla. Igen, de igen. Ez a lényeg, hogy ez egy olyan kezdeményezés, egy emléknap, és egy emléknap elindítása, és nagyon nehéz azért ezt az összes, pont erről beszéltünk Tímeával, nagyon nehéz a családokat összegyűjteni, mert hogy elnézést, de szétszórottak. És azért 90-es évek elején ők visszajöttek. Nagyon sokan visszajöttek, de nem találták meg azt, amit vártak, és megint csak elmentek külföldre. És most egy ilyen, úgymond idézője, hazacsalogató, nemzetépítő kezdeményezés. Igen. És pontosan ebből vannak is már most is ilyen elég sok negatívum is éri Tímeát, mert hogy nem jut el mindenkihez. Nem, tehát ez egy olyan dolog, hogy ez szép lassan, tehát lépésről lépésre, ez egy civil kezdeményezés, ha mondhatom. Igen, tehát ez abszolút, nem az, hogy van egy nagyon listán, minden lista, mindenki rajta van, hanem majd szépen ez évről évre egyre többen, és jövőre az a célunk, hogy nem tudom, 10-szer legalább. Nem, még nem tudjuk, hogy mennyien jönnek, de ezt a Tímea jobban tudja. Ez most egy első alkalom, most így valami elindul, úgy tűnik, és akkor ebből lehet aztán évről évre építkezni. Hát most szerintem szombaton nagy tapasztalatokat fogunk szerezni egyben. Ez mindenki számára meglepetés, a családok számára is. Még azoknak a családoknak is meglepetés, akik mondjuk a nemes körökben tartoznak. Mert még nem ismerjük egymást szinte. Szóval ez most azért van az emléknap, és az én fejemben azért fogalmazódott meg, mert szükség van erre. Tehát, hogy gyújtsunk meg egy gyertyát, és egy picikét emlékezzünk, és ezért is lesz az ökumenikus istentisztelet, aki mindenki számára egy nyilvános esemény. Egy emléknap. Beszélgetős emléknap. Igen. És erre bocsánat, még hadd mondjam, tehát, hogy itt, amiről most így látszik, hogy milyen családok vannak, tehát, hogy mindenki hozza a kis saját ismerettségét, a saját e-mail listáit, stb. Tehát ezt így rakjuk össze. Tehát mindenki hozzátesz valamit. És ami még fontos, hogy meg fognak jelenni a fiatal generáció. Hát ez a legfontosabb. És ez a nagyon-nagyon fontos dolog. És ti mondjuk akkor a családjaitokban hogyan őrzitek ezt az emléket? Te is mondtad, hogy két gyermek édesanyja vagy, tehát nekik hogy adod át ezt? Vagy mondjuk a férjed hogy adja át ezt az örökséget? Nekünk is van a Batthyány Családi Örökség Alapítvány, és például tegnap volt egy nagy rendezvényünk, mecénás batthyányiak, ahol akár ugyanígy, mint Széchenyi család, tehát hogy tényleg, hogy a Batthyány család is mennyi mindent elindított, mennyi mindenhez van köze, vagy az alapjait leadta. És tehát itt például, bocsánat, még csak ennyit hadd mondjak itt, hogy itt az a lényeg, hogy példákat szeretnénk bemutatni a múltból, az, hogy mit tettek ezek a családok. És ugyanígy, tehát egy olyat szeretnénk a mai társadalmi elittől, és szerintem ez természetes, hogy ezt várja mindenki, az egész társadalom, hogy ők is mit tesznek. Tehát, hogy ők is legalább ennyire vegyék ki a részét. És hogy mit csinálunk, tehát mecénás batthyányiak, a könyvtára, a Tudományos Akadémia könyvtárával, ami például megint, és nagyon sok helyen van, hogy a Széchenyi család és a Batthyány család, igenis együtt dolgozunk. Tudományos Akadémia például, a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Színház, szóval ezek rengeteg az emberek közös pontunk van. Egymás mellett tették a dolgokat. Azért én, hogyha így elnézem, elolvasom a nevüket, azért ez egy hatalmas felelősséggel jár egy ilyen névnek a viselése, és itt ugye felhívják a figyelmet a mai kor emberének is, hogy
hogy igenis foglalkozzunk a múlttal, ismerjük meg a múltunkat. Hát szerintem a múlt nélkül nincs jövőnk, nincs jelenünk, nincs jövőnk, és amit az előbb mondott a tíme, hogy a generációk közti, tehát itt olyan kerekasztal, ez egy kerekasztal beszélgetés, ez egy ismerkedés, ez egy közös úttalálás, tehát inkább ezt így mondom, és a tímeának is a gyermekei, nekem is a gyermekeim, és ők olyan fontos szerepet fognak játszani, mint a mi generációnk, mert hogy ők a jövők, tehát amit mi átadunk nekik, példa mutatásban, akár az, hogy ilyen őrültek vagyunk, és küldetésünk van, hát és mindenféle elhivatottság. Tehát nekik ezt tovább kell vinniük. Tíme, nálatok hogyan működik ez az értékőrzés, vagy amit itt Markótól is kérdeztem? Hát én nekem sokkal-sokkal nehezebb dolgom van, mert azért nekem van egy olyan múltam van, amit én az édesapámtól örököltem, hogy mi nem nagyon tudtunk, én gyerekként nem nagyon tudtam úgy élni, vagy azokat hallani, mert ez sajnos én előttem, ez egy titok volt tulajdonképpen. Úgyhogy nekem ez egy plusz feladat, hogy én most a magam módján és az én magam tudása alapján a gyerekeimet bevonjam. De mivel az alapítványunk működik most már negyedik éve, és azt gondolom, hogy ez úgy bennünk csordogál ez az egész, úgyhogy ezt nekem sikerül átadnom. Minden nap beszélgetünk a feladatainkról, a múltunkról, a név kötelez. És itt mondtátok, de csak egy fél mondattal, és én nem is feltétlen szeretnék ebbe belemenni, de hogy negatív kritika is ér téged emiatt, hogy szervezed ezt a találkozót. Én ezt nem tudom elképzelni. Hogyha egy picikét gondolkodunk most, azért itt van egy nagyon komoly elmúlt 50 évünk, amikor volt olyan idő, amikor ugye nem lehetett beszélni arról, hogy itt vannak nemes, arisztokrata, történelmi családok. Ez nem csak minket érint, ezt érintett az egész országot. És azért ez egy nehéz pontja ennek az egésznek, és maradtak azért itt a fejekbe olyan rossz benyomások, ami miatt vannak negatív gondolatok ebből kapcsolatban. De most pont ezt szeretnénk mi egy picikét eloszlatni, és megmutatni magunkat, megmutatni a gyerekeimnek, és hogy dolgozunk. Tehát, hogy szorgalmasan dolgozunk. De ugye kerekasztal beszélgetést is mondtátok, és pont ennek a hídépítés lesz a szerepe, vagy az egyik kulcs gondolata, hogy a jelen és a múlt között hogyan lehet ezeket a hidakat felépíteni, és talán mondjuk ezeket a sebeket begyógyítani. És ugye itt a szolgálatról is szó lesz, hogy a történelmi családok hogyan szolgálhatják a mai társadalmat. Erre mi a példa, vagy itt mit visztek, milyen gondolatokat visztek majd magatokkal? Én először is, amit mondtam, a példamutatás, a másik az, hogy a tudás megosztás. Azért ne felejtsük el, hogy most nem, tehát én Magyarországon éltem, a férjem külföldön élt, és onnan jött úgymond haza, és itt maradt a magyar föld. Tehát ez tényleg nagyon érdekes, hogy belülről mennyire ott van mélyen, tudattalanul, és nem, tehát nem vagyunk ennek a tudatában, úgymond. És hogy ők azért fantasztikus kapcsolatrendszerrel vannak a rokonok. Tehát, és hogyha mi őket megtiszteljük, és egyenrangú félnek érezzük, akkor ők örömmel jönnek. Mindenkiben benne van ez a magyarság tudat. És csak engedni kell, hogy ez a magból az a virág, az szépen kinőjön, vagy... Bizonyára számon tartjátok így a családot, vagy itt beszéltél ilyen adatbázisokról, vagy ilyen ismerettségi hálóról, kapcsolatokról, mennyi Batthyány leszármazott él? Ezt pont tegnap kérdezték. Magyarországon. Hát Magyarországon? Vagy hát így Magyarországon vagyunk mi, akik mondjuk négyen vagyunk. Batthyány Bálint, az Ádám unokatestvére, ő él itt a feleségével, és Batthyány Ádámnak, tehát ő a férjem, Ádámnak az unoka öccse, Batthyány Lukasz, aki most fele Magyarország, fele Ausztria, tehát hogy így, de ő is olyan szándékkal jött Magyarországra, hogy megtanuljon magyarul, mert hogy benne is, ez benne van, tehát, és ezt szabadon kell engedni, és szeretettel kell fogadni, én ezt így gondolom. És ők hozzáadott értékük van. Na most bocsánat, hogy hányan vannak. Tehát a nagyobb család az kb. 60 fő, szerintem. A szűkebb, a hercegi az ilyen, az a szűk, tehát hogy két generációval, az körülbelül 25-30. Vannak nektek rendszeres találkozóitok, amikor igen, minden család... évben, most lesz idén, július 1-én Güssingben, Németújváron, mert hogy ez a hercegi Batthyány családnak a központja,
és ott a várban ott van egy nap, és ez egy vasárnapi nap, és akkor mindenki ott van. Van egy olyan, hogy egyszer a szűk Batthyány is, most a szűk ez a 25-30 fő, és egyszer pedig a nagyobb az a 60-65 fő. Mi a helyzet a Széchenyi családdal akkor? A találkozóinkkal? A találkozókkal és mondjuk a család létszámával, erről szerintem még nem beszéltünk. A világban rengeteg Széchenyi él. Nagy szomorúságunkra sokukkal nem is tudunk beszélni sem, mert a magyar nyelvet már nem beszélik. A szűk családunk Magyarországon én azt gondolom, hogy egy ilyen 20 fő, és akikkel kapcsolatban vagyunk, és az alapítvány, ez egy 15 fő, akivel együtt dolgozunk. Nagyon nagy szükség van a családi találkozóra, ami most egy picikét így elmarad, de vagy ennek is lesz majd, eljön az ideje. Hát kibővül, és akkor kibővül, több család van, találkozik. Igen. Ugye Gróf Széchenyi Istvántól választottak egy mottót, tiszteld a múltat, hogy értesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Szerintem ezt nem kell magyarázni, mert hiszen ezt magyarázzuk itt már pár perce. Ez egy nyitott alkalom lesz, amikor az Isten tiszteleten bárki részt vehet. Igen, szeretettel várunk. Most szombaton hány órakor és hol lesz pontosan? 6 órakor, vagy a Hunyadvárában, a Jáki kápolnában. És ha valakit esetleg érdekelne az ott elhangzott, vagy a délelőtt elhangzott kerekasztal beszélgetés, ezen a programon részt lehet venni? Ez a program ez nem nyitott. Itt célzottan próbáltunk egy picikét arra törekedni, hogy a családok jelenjenek meg, és a mi saját életünkről próbáljunk beszélgetni. De akkor majd mondjuk egy beszámolóra esetleg várunk benneteket vissza. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok nálunk, és akkor egy nagyon szép szombati alkalmat kívánunk. Köszönjük szépen.